Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden PPH, a Hunor Trade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös rendezvényén. Én Farkasné Évet vagyok, a PPH egyik vezetője. Én Farkas Tibor vagyok, a PPH egyik vezetője, másik vezetője. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól és nemtől függetlenül. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő az egyik legelismertebb mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő szakember. 1984 óta Budapesten él családjával, feleségével Marianna kiegyensúlyozott, boldog családi élete van. 2 fiúgyermeket neveltek fel. 1987 óta foglalkozik emberekkel. 1991-től szervez embereket, és azóta van a saját szervezésű csapata. 1993-tól vezet embereket. Több pénzintézet vezetője volt a múltban. 1996-tól kezdett a spiritualitás felé nyitni. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Irányításával a PPH 4 különböző területen lett piacvezető. Nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek a vezetésével 4 különböző területen lett egy szervezet piacvezető. Vezetésével már több százer ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen eddig sok tízezer ember képzésében és vezetésében vett részt. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az élete közben romokban hever. Csak olyan dolgot tanít, amit használ is. Szedlacsik Miklós tele van erővel, lendülettel és energiával, amit az egyéniségén keresztül tud a leginkább kifejezni. Gyakran úgy érezheti, magára van utalva küldetésével, de valójában rengetegen követik őt. Ötleteket, inspirációt és útmutatást várnak tőle azok, akik körülötte élnek. A végső felelősség azonban mindig az övé. Olyan ő, akit lehetetlen eltántorítani belső elhatározásától. Teremtő erővel rendelkezik. Képes bármit megvalósítani, amire igazán vágyik. Soha nem hagyja magát lefékezni vagy megállítani. Olyan hivatást választott magának, ahol lehetősége van megélni az egyéniségét. Nem szereti, ha mások mondják meg neki, hogy mit csináljon. Akkor van jó helyen, ha nagy rajta a felelősség, mert inspirálja őt arra, hogy a legjobbat hozza ki magából. Szedlacsik Miklós olyan ember, akinek hatalmas ambíciói vannak, amiket sikerre kell vinnie. Mivel felvállalja az egyéniségét, olyan tud lenni, mint egy szárnyaló rakéta. Nem hagyja, hogy mások vagy az élete körülményei határozzák meg, hogyan éljen. Egyedül ő felelős azért, hogy milyen életet él, és ennek az életnek a megvalósításában az egyénisége felfedezése és korlátoktól mentes megélése a kulcs. Nincs félelme, kétsége vagy kifogása, ami megállíthatná őt, hogy bármit elérjen az életben, amire vágyik. A teremtő erő Szedlacsik Miklós egyik erőssége. Számára elképesztően fontos, hogy az élete minden területén képes legyen önállóan megállni a helyét, az, hogy a saját kezében tartsa az élete irányítását, ahelyett, hogy áthárítaná a felelősséget másokra. A teremtés azt jelenti, hogy a gondolatait kitartó munkával és befektetett erővel képes valósággá változtatni. A megértés is Szedlacsik Miklós erőssége. Az életében különösen fontos szerepet tölt be a körülötte lévő dolgok működésének megértése. Fontos számára, hogy mélyére tudjon ásni mindennek, amivel kapcsolatba kerül az élete során. Gyakran fordulnak hozzá tanácsért, amire igyekszik mindig megfelelő megoldást találni. Az ambíció is Szedlacsik Miklós erőssége. Nagyon fontos területei az életének azok a célok, amik elérésért megküzdhet. Soha nem elégszik meg kis célokkal. A kitűzött céljai megvalósításáért képes minden szükséges erőt latba vetni. A céljait úgy tűzi ki, hogy azok egy magasabb eszme megvalósulását is szolgálják. A felelősség is Szedlacsik Miklós erőssége. Ő az emberi felelősség mintaképe, Olyan eszmék vezélik az életét, amik emberek millióinak életét változtathatják meg örökre. Képes feltétel nélkül hinni az emberek jóságában és fejlődési képességében. Teljesen másfajta nézőpontból látja az élet dolgait. Az emberek felé teljesített szolgálat az egyik alapeszméje az életének. Képes háttérbe szorítani a saját akaratát és egyéni érdekeit azért, hogy mások életén segíthessen. Ezt az erőt úgy tudja használni, hogy nem csak egyénileg segít, hanem tömegesen juttatja el a segítséget az emberekhez, így csodákra képes. A vezetőnk több különleges médiumi képességgel rendelkezik. Többek között kapcsolatot tart az égiekkel. Küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócs, hogy jöjjön és tartsa meg a képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Ugye elhangzott, hogy tegeződve tartom a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Mennyire vagytok elégedettek azzal, ami a világban folyik? Főleg itt Magyarországon, mert ugye, és a környező országokban, akik elsősorban ugye itt élnek. De hát amúgy az egész világra nézve mennyire vagytok elégedettek? Semennyire? Mi a baj? Tessék? Elnyomás van? Időseket kérdezném, hogy régen jobb volt? Szabadabb volt az élet, mint mondjuk az elmúlt másfél évben. Ugye ez nem kell túl idősnek lenni, hogy az ember választ adjon. És szerintetek jó felé halad a világ? Ki az, aki szerint nem jó felé halad a világ? Oké. És szerintetek mi lesz, hogyha a jó emberek nem tesznek semmit? A gonosz eluralkodik a Földön, és az jó lesz, hogyha még jobban eluralkodik a Földön a gonosz? És annak mi lehet a vége szerintetek? Mi lehet a vége? Gondoljátok végig. Tehát a Föld lakosságának 80%-a az jó ember. És mit tesznek a jó emberek azon kívül, hogy a saját túlélésükről gondoskodnak? És a gyerekeket számítsuk le, mert ugye mondhatják azt, hogy egyes szülők, ugye, akik még szülők és kiskorú gyerekeik vannak, hogy a kiskorú gyerekekről is gondoskodnak. De azon kívül mit tesznek azért, hogy jobb irányba haladjon a világ? Tehát a saját túléléseden kívül mit teszel, hogy jó irányba haladjon a világ? Nem kellene valamit tenni? Ha lehetőséged lenne arra, hogy tegyél valamit, hogy jobb irányba haladjon a világ, akkor vajon tennél valamit? Vagy hagynád, hogy csak hát, ha mások tesznek? Ugye jó kérdések ezek, nem? Hát lehet, hogy azt gondoltad eddig, hogy nincs lehetőség arra, hogy az ember valamit tegyen, de van lehetőség. Van lehetőség. Hála Istennek eljött az az időszak, hogy lehet tenni azért, hogy egy jobb irány vegyen az emberiség, és ne abba az irányba haladjon, amit eddig, amiben most halad. Na nézzük meg, hogy mit lehet tenni ennek érdekében, jó? Pillanat, mindjárt mutatom. Először is nézzük meg, hogy mit csinálunk, jó? Ugye elhangzott, hogy én elég régen foglalkozok emberekkel, 87 óta. És az is elhangzott, hogy 91-től van saját csapatom, és 93-tól tanítok, vezetek embereket. és 11 éve foglalkozunk emberek fejlesztésével. De egy különleges módon foglalkozunk vele. Olyan tudást adunk, ami a bolygó szinten jelenleg páratlan. Tehát páratlan. Milyen tudást? Hogy az emberek lássák azt, hogy mi az életük értelme, elfogadják az életük értelmét, mert ez fontos, hogy a saját életed értelmét képes legyél elfogadni, és elindulj az életed értelme felé, amiért ide leszülettél. Azért. És ezt bárki meg tudja csinálni, tehát ez az alapdolog, hogy az életed értelme felé haladjál. Nem az az életünk értelme, hogy felnőttünk, majd legyen családunk, majd legyen gyerekünk, ez fontos, nem mondom, hogy nem fontos, de nem ezért születtél le? Ja, kimegyek a képből, jó? Egy kicsit, akkor fordítok rajta. És akkor már nem megyek ki. Jó. Igen. Szóval a lényeg az, hogy nem ezért születtünk, hogy családunk legyen. Mondom, ez fontos. Az is fontos, hogy fölneveld a gyerekedet. Ez mind fontos. Az is fontos, hogy megfelelő életminőséget éljél. Ez is fontos. Tehát ami számodra megfelelő. Tehát ez fontos. Tehát kell, hogy az ember egy olyan életet éljen, amivel viszonylag elégedett. De nem ezért születtünk. Tehát nem azért születtünk, hogy a fajfenntartás vége. Azért az állatok születtek. Meg a növények. Oké? Az ember nem a fajfenntartásért született, hanem a fejlődésért. A saját fejlődéséért született. De saját fejlődést egyedül gyakorlatilag nem lehet megvalósítani. A világtörténelemben nem volt még olyan személy, beleértve Buddhát és Krisztust is, akik saját maguk egyedül fejlődtek volna. Mind körülvette magát csapattal. Oké? Mind, kivétel nélkül. Mert igazából, ha az ember csapatban van, akkor képes arra, hogy mások tapasztalatából is tanuljon. Nem csak a sajátjából. Oké? Képes arra, hogy olyan dolgokat is lásson mások keresztül, amit ő sose tapasztalt volna meg egyéb esetben. Tehát olyan fejlődést tud az ember csapatban elérni, amit egyénileg soha. Tehát én is éltem úgy, hogy nem volt csapatom, de felnőttként. Tehát ugye onnan számolom a felnőtt éveimet, amikor elkezdtem dolgozni. Tehát ugye valószínűleg mindnyájan onnan számoljuk a felnőtt éveinket, amikor elkezdtünk dolgozni. Tehát fizetésért, pénzért kezdtünk el dolgozni. És volt egy 10 éven nekem is, amikor nem volt saját csapatom. És tudom, mi a különbség, nehogy azt hidd, hogy nem tudom, mi a különbség, hogyha az embernek van csapata, vagy ha nincs csapata. Tehát én is megéltem. És szerinted mit mondanék, hogy melyik a jobb, mikor az embernek van csapata, vagy nincs csapata? Hát nyilvánvalóan azt fogom mondani, hogy az a jobb, ha van csapata. De milyen csapat? Nem egy kényszer csapat, hanem egy önkéntes csapat, érted? Egy olyan csapat, akik saját akaratukból a csapatnak a tagjai, és nem semmilyen kényszer hatására. Oké? Saját indítatásból csapattagok. Tehát lényeg az, hogy a fejlődéshez, de hát nézzük meg, miért beszélek én a fejlődésről? Tehát van egy általános küldetése az embernek. Ez az általános küldetés elég furán fog hallatszani, tehát furán fogjátok hallani. Azért fura, mert nem sokat szoktak erről beszélni, nem sokat tanultak erről az emberek az iskolából, azt is lehet mondani, hogy semmit. Az embernek az az általános küldetése, hogy egy magasabb létformába, tehát egy magasabb, egy fejlettebb létformába visszakerüljön. Nem az ember, nem ez a test, hanem ami bennünk lakozik, amit úgy hívnak, hogy lélek, a lelkünk. Tehát a lelkünk lejött a földre tanulni, belebújt a bőrbe, oké? Mikor megszülettél, mikor anyukád hasából kibújtál, mikor az első levegőt vetted, akkor belebújt a lélek a testedbe, és ezért lett értelmes a tested, mert van benne egy fantasztikus lény, amit úgy hívnak, hogy energialény. Tehát nem testben lévő lény, hanem nem testi lény, nem anyag, hanem energialény. Egy olyan energialény, amely szuperintelligens. Ami mit jelent? Azt jelenti, hogy korlátlan tudással és képességgel rendelkezhet. De ameddig ebben a testben van, addig korlátozott a képessége, és korlátozott a tudása, meg a lehetősége is természetesen. És egy olyan küldetése van minden egyes embernek, hogy egy olyan létformába kerülhessen, ahol szabadon kibejár a testbe, mint lélek, és ezáltal szabadon fejlődhet, mert most a fejlődésünk a testünk miatt korlátozott. Oké? Méghozzá igen-igen korlátozott. De akkor is gondoljátok végig, és ezt valószínűleg tudjátok, hogy az agykapacitásunknak a körülbelül 3–10%-át használja az ember. Tehát van akik többet, van akik kevesebbet, de a többség az a kevesebb szám felé hajlik. Sajnos. Pedig gondold bele, miért ne használhatnánk 10% fölött, mint egyesek a bolygón? Oké? Tehát sajnos ez van, hogy az emberi test az korlátozza a tudást. Képzeld el, hogy benned van egy olyan lélek, amely nem akkor teremtődött, amikor leszülettél ide a bolygóra. Hanem ugyanis 1,5 millió éve a világegyetemben nincs lélekteremtés. A teremtőből lett a lelked. Érted? A teremtő része a lelked. Tehát a teremtő minden egyes lélekben megosztotta önmagát. És a benned lévő lélek, meg a melletted ülőben lévő lélek, sőt a bennem lévő lélek is ugyanabból a teremtőből származik, ugyanaz a lélekről van szó, ugyanarról a lélekről. Tehát közelebbi, a lelkünk közelebbi rokonságban van, mint két iker. Oké? Megosztotta a teremtő magát, milliárd-milliárd évekkel ezelőtt kezdte el, tehát számszalakilag nem kifejezhető, tehát a Földön gyakorlatilag most jelenleg nincs akkora szám, ahány évvel ezelőtt ezt elkezdte, és befejezte a lélekteremtést 1,5 millió évvel ezelőtt. Oké? Tehát a magyarul a te lelked legalább 1,5 millió éves. De valószínű, hogy ennél jóval öregebb. És hova lett a tudásod? Hol az a 1,5 évnyi tudás, vagy 1,5 millió évnyi tudás? Az megvolt sokáig, addig, míg nem jöttél ide a Földre, mint lélek. És mikor lejöttél ide a Földre, bevállaltad azt, hogy törlik azt a tudást. Miért kell törölni? Mert egy újszülött testbe került be az a lelked, amelyik akár sok millió éves tudással rendelkezett. Képzeld el, ha most ezzel az ésszel, amivel vagyunk, be kellene menni egy csecsemő testbe. Beleőrülnél. Mindnyájan beleőrülnénk. Érted? Ezért, hogy ne örüljön bele az ember, amikor bekerül a lélek, akár az előző életi tudásával ebbe a csecsemő testbe, ezért előtte, leszületés előtt kitörlik a tudását. De ez, gondold végig, mit jelent? Ez nem kitörlés csak önmagában, hanem ez olyan, ezt 100 évvel ezelőtt vagy 50 évvel ezelőtt nem lehetett volna elmagyarázni az embereknek. Ez olyan, mint mikor a számítógépről lemented az adatokat, és azt vissza tudod tölteni. Tehát amit lementetted tudást az elmúlt évmilliókban az emberek tudásából, azt mind ki vissza tudja kapni, ha felkerül a magasabb létformába. Oké? Most gondolj bele, leéltél x évtizedet, és szereztél y tudást. Gondold végig, hogy mennyit szerezhettél, mondjuk évmilliók során. Hogy nem ennyi tudásod van, az hóciher. Tudod, mire képesek azok a lelkek? Ahova tartunk, ahova kellene tartanunk. Arra, hogy például egy bolygót megteremtsenek. Vagy egy napot megteremtsenek, de egy napot könnyebb megteremteni, mint egy bolygót. Főleg egy olyan bolygót, amelyen, mint a Föld, amin élet lehetősége van. Tehát egy olyan bolygót megteremteni, amelyiken élet is van, az sokkal bonyolultabb dolog, mint akár egy napot megteremteni. És gondold végig, az összes bolygót a világegyetemben, az összes anyagot olyan lelkek teremtették, mint ami benned van. És akkor megkérdezhetnéd, hogy miért jöttél ide le? Nagyon egyszerű a válasz, két okból. Először is azért, hogy jobbá váljon a lelked. Vagy ez az ok? Tehát tényleg azért, hogy jobbá válj. Tehát magyarul ez egy iskola. Tehát a földbolygó az egy iskola. De én inkább óvodának nevezném. Jó? Most jelen pillanatban. Nem sokára iskola lehet, ha... Nézzük meg mikor. Jó? Ha létrejön az aranykor, na akkor jutunk iskolába. Addig óvoda. Oké? Tehát az azt jelenti, hogy mi a másik ok? Lejöttél segíteni azoknak, akik itt rekedtek. Világos ez? Tehát lejöttél segíteni azoknak, akik itt rekedtek a bolygón, és nem tudnak kiszabadulni a reinkarnációs körfolyamatból. Tehát ugye valószínűleg tudod, mit jelent az a reinkarnációs körfolyamat azt jelenti, hogy meghal az illető, majd van egy létközi állapot, majd újra születik, majd megint meghal, majd megint van egy létközi állapot, majd újra születik, és ez folyamatosan ezt csinálja, és gyakorlatilag hordoz karmákat egyik életből a másikba. Na most ebben az életben le tudod tenni a karmáidat. Le tudod tenni a karmáidat. És ha az ember képes letenni a karmáit, akkor a következő életében már nem karmákkal születik. És ha egy olyan tudásszinten tudsz eljutni, tudásszintre tudsz eljutni, akkor egy másik létformába kerülhetsz. Ahol, képzeld, de a másik létformába nem csecsemő testbe kerül be a lelked, hanem egy felnőtt testbe. Egy fiatal felnőtt testbe. Ami azt jelenti, hogy onnan szabadon kibe tudsz járni. Abból a testből. Kimehetsz belőle, mint lélek, visszatérhetsz. Mire szükséges a test? És mire nem kell a test? Egy anyag létrehozásához, milyen anyag? Emlékeztek, tanultuk, hogy periódusos táblázat. Na ott vannak benne az anyagok. Onnan kezdődik az anyag, hogy hidrogén. Emlékeztek? És vannak olyan anyagok, amit a Földön nem is ismerünk. Mindegy, ez részletkérdés. Szóval lényeg az, hogy a lélek az képes az energiából anyagot teremteni, ha erre megvan a szakértelme, a tudása. Oké? És mihez kell a test? Például egy gép létrehozásához már test kell. Érted? Tehát, hogy létrehozzunk mondjuk egy több anyagból lévő valamit, ahhoz már test kell. De magához, az anyag létrehozásához nem kell test. Tehát amikor a fentieknek testre van szükségük, akkor belépnek lélekként a saját testükbe. Amikor nincs szükség a testre, akkor kilépnek a testükből. Például a lélek olyan sebességgel utazik, ami azt jelenti, hogy mondjuk ha egy lélek kint van a testéből, és a következő pillanatban mondjuk a Föld túlsó felén szeretne lenni, akkor a Föld túlsó felén van. Ha egy következő pillanatban mondjuk a világegyetem másik felén szeretne lenni, akkor a világegyetem másik felén van. A lélek ilyen sebességgel utazik. És ezt elmagyaráztam a múltkor egyik képzésben, hogy ez hogy történik, emlékeztek? Ha jól emlékszem, ez a szemináriumon volt. Jó, tehát még azt is tudjuk, hogy ez hogy történik. Hogy lehet ilyen sebességgel közlekedni. Azt tudjuk, hogy az anyag az nem tud ilyen sebességgel közlekedni. Az anyagnak a közlekedési sebessége az eléggé korlátozott. Jó, tehát egy érdekes dolog, például az is, hogy ott is van egy hierarchia. Odafönt. És amikor az ember bekerül a fenti létformába, tehát a magasabb rendű létformába, akkor az is megtörténik, hogy ugye neked voltak előző életeid, sőt lehet, hogy ez az első életed itt a Földön, tehát ez azt jelenti, hogy lehet, hogy már többször megjelentél a Földön, de nem következő életként. Hanem az azt jelenti, hogy mit tudom én, pár évszázaddal ezelőtt már itt voltál, most megint leszülettél ide, mert bevállaltad. És abban a pár évszázadban meg felső létformaként működtél. Érted? Tehát ami azt jelenti, nyilván nem mindenki van így, sőt a többség nem így van sajnos, hanem a többség az úgy van, hogy reinkarnálódott. Tehát valószínűleg nem az első élete. az, amit itt történik. Tehát a reinkarnáció az azt jelenti, hogy hoztuk a karmánkat is. Szóval a lényeg az, hogy most gondold végig, hogy itt vagyunk mi emberek, és meg tudjuk azt csinálni, ami még soha nem volt a történelem során, hogy tömegesen egy magasabb létformába kerülhessünk. Soha nem volt. És ezt tudod, minek tud köszönni? Tehát minek köszönhetjük? A technikának. A technikának köszönhetjük azt, hogy tömegek kerülhetnének be a magasabb rendű létformába. Mert a technika segítségével most például a világ túlsó felén engem online, élőben, ugyanúgy, ahogy te hallgatsz, ugyanúgy hallgatnak, vagy néznek, érted? Ami annyit jelent, hogy a tudást át lehet adni a tömegeknek egyszerre. Mit gondolsz, Buddha miért nem tudta megváltoztatni a világot? Jézus miért nem tudta megváltoztatni a világot? Mert nem volt kezében ez a technika. Világos ez? Tehát nem volt olyan technikája, hogy ő beszélt mondjuk a gecsemáni kertben, és közben a világ másik felén hallották. Érted? És most lehetőség van arra, hogy emberek tanítsanak embereket, a világ bármely pontján helyezkednek el, akkor is. Érted? Igen, ám csak nem mindegy, hogy mire tanítjuk az embereket. Vagy mindegy? Hát olyan dolgokra kell tanítani őket, először is, amivel az életüket jobbá tudják tenni. Világos ez? És minden olyan terület, amin az életed működik, arra van olyan tudás, hogy azt te meg tud oldani. Érted? Van. Akármilyen gond, probléma legyen, van megoldás. Érted? És meg tudod oldani. Nyilván tudás nélkül nem tudod megoldani. De ha rendelkezel a tudással, és figyelsz arra, hogy használd is, akkor meg tudod oldani. Érted? Na most gondolj bele, most te abban hiszel, amit neked eddig tanítottak. Minden ember abban hisz, amit eddig tanítottak neki. Lehet, hogy ő nem tanításnak vette, akkor a tévéből informálódott. Csak most mondtam valamit. Érted? De abban hisz, amit hallott, látott, stb. Érted? Gondold végig, addig, amennyit most tőlem hallottál, vajon az nem jobb hit? Gondold végig. Hát szerinted melyik a jobb? Hogy azért születtünk, mint az állatok, hogy egy fajt tartsunk fenn, vagy azért születtünk, hogy egy magasabb létformába kerüljünk. Ami azt jelenti, hogy isteni létforma. Tudod, mi az isteni létforma alja? Az angyali létforma. A hierarchiában az angyali létforma a legalacsonyabb szint. Márpedig azt tudod, vagy nem tudom mennyire tudod, hogy az angyalokat lehet érzékelni. Tudod mivel? Gyertyával. És erre van technika, hogy hogyan lehet gyertyával érzékelni az angyalokat. Mikor az angyalok megjönnek, és jeleznek, hogy megjöttek. És nem mondd azt, hogy hiszem, ha látom, mert én megtapasztaltam, mert én se tudtam, hogy ez így van, és elmondták, hogy mit kell csinálni, és szépen megjelentek az angyalok. Érted? Na most lényeg az, hogy az angyalok most milyen szerepet töltenek be a Földön. Az angyalok jelenleg segítő szerepet töltenek be az emberek számára. Mit csinálnak? Például megmentenek olyan helyzetben, hogy ne történjen veled baleset, Oké? Okay? Például megmentenek, hogy ne hajj meg, és megszervezik azokat a helyzeteket, na ez még fontosabb, megszervezik azokat a helyzeteket, amit neked meg kell élni. Szuperul dolgoznak egyébként. És minden helyzet, ami veled történt, pontosan látható, hogy szervezet volt. Hogy szervezés előzte meg. Érted? A legbonyolultabb helyzeteken látni még a leginkább. Érted, hogy megszervezték. És minden emberrel, akivel történik olyan dolog, sőt, akár több emberrel történik egyszerre, akkor keményen dolgoztak az angyalaik. Világos ez? Tehát az angyalok, azok egy negyedik dimenziós lények. 7 dimenzió van, mi a harmadik dimenzióba tartozunk. És ez úgy működik, hogy fölfele nem érzékeljük a dimenziókat, föntről lefele viszont igen. Tehát a negyedik dimenziós angyali lények érzékelik az embereket. Világos ez? Tehát lefelé érzékelnek. És lényeg az, hogy a Földön általánosan az angyali lények azok negyedik vagy ötödik dimenziós lények. Oké? De a többség az negyedik dimenziós. Na most gondold végig, itt vagyunk emberként, és most van egy olyan időszak, ami átmeneti időszak. Ez az átmeneti időszak 2012. december 23-ával kezdődött. Tehát 22-ével befejeződött egy korszak. Tehát még egyszer, 2012. december 22-vel befejeződött egy korszak. Most egy olyan átmeneti korszak van, amit úgy hívnak, hogy kiválasztódás korszaka. Tényleg úgy hívják. Tehát most választódnak ki azok az emberek, akik maradnak a Földön és beteljesítik az aranykort, vagy nem választják ki magukat, és akkor mi lesz velük? Ugye én elhangzott, hogy kommunikálok a fentiekkel. Küldenek nekem információkat, kérdezek és válaszolnak. És elmondták a fentiek, hogy van egy kézbolygó, elkészült az univerzum szélén, az univerzumunk szélén pontosabban. Egy Földhöz hasonló bolygó. Ahova azok az emberek kerülnek, akik nem választják ki magukat. Oké? Okay? Milyen körülmények közé? Technika nélkül, jó? De nem lesz technika, tehát nincs technika. Milyen korszakot írtunk a bolygón, amikor nem volt semmilyen technika? Kőkorszak, így van, kőkorszak. Jó, tehát kőkorszaki körülmények közé. Tudod, emlékeztek, kőkorszaki szaki lehet az ember. Flintstone. Oké? Okay. Jó, tehát, és ez nem vicc, ez komoly. Ennek megvan az oka, hogy miért. Tehát mi emberek, ha nem emeljük föl a rezgésünket, akkor itt útba vagyunk az univerzum ezen részén. Tényleg. Egyszerűen az alacsony rezgésünkkel útban vagyunk. Világos ez? Tehát meg kell emelni az emberiség rezgését. Az emberiség rezgését pedig akkor lehet megemelni, ha jól csinálják a dolgaikat. Érthető ez? Tehát az élethelyzeteiket helyesen kezelik, a problémáikat megelőzik, ha jön egy probléma, ne tántán mégiscsak, mert hibázik. Hibázni ugye emberi dolog, akkor az ember simán megoldja, tud segíteni másoknak ezekben, célokat tud képes megvalósítani, érted? Tehát azért dolgozunk, hogy az emberek képesek legyenek szeretetben, békében, együttműködve élni. De ezt mondom, egy átmeneti korszak lesz. amiben most vagyunk, illetve nem lesz, hanem van, de az aranykor is csak egy átmeneti korszak. Érted? Az aranykor a földi létforma és a fenti létforma közti átmeneti korszak. A mostani átmeneti korszak pedig egy elnyomásmentes korszak, azt hívják aranykornak, és az elnyomás korszaka közti átmenet. Világos ez? Ami azt jelenti, hogy sajnos addig, míg elnyomásmentes korszak lesz, aranykor, addig még lesznek elnyomók. Miért kellenek az elnyomók? Csak hogy tisztában legyünk ezzel. Azért, hogy kiválasztódj. Érted? Mert ugye van egy ilyen mondás, hogy teher alatt nő a pálma. Így van. Teher alatt nő a pálma. Tehát teher alatt választódik ki az ember. Érthető ez? Tehát ha nincs az embereken teher, és addig, míg nem volt rajtuk teher, érdekes módon tök jól el voltak a saját bőrükben. Érted? Nézd meg, nem jól mondom. Képzeljétek el, a létszámunk tavaly márciustól idén márciusig, ugye tudjuk, hogy az alatt szépen Covid volt. Egy év alatt annyit nőtt, mint előtte 9 év alatt. Érted? Miért? Mert bejött tavaly márciusban a teher. És a teher létrehozta a növekedést az emberek elméjében. Érted? Az igényt arra, hogy annak ellenére, hogy ez van a világban, mégis valamit tenni kellene, hogy jobban érezzük magunkat. Érted? És úgy tudsz tenni azért, hogy jobban érezd magad, hogyha tudod, hogy minden helyzetre mi a megoldásod. Világos ez? 11 éve mióta külső embereket, mert előtte vezetőket tanítottam, mióta külső embereket tanítok, nem tudtak az élet és az ember működésével olyan kérdést föltenni, amire ne kaptam volna max. 3 percen belül választ. Érted? Tehát nem én tudom a választ, kapom a választ. Világos ez? Pedig azért gondold végig, rengeteg kérdést föltettek ez alatt a 11 év alatt. Most gondold végig, melyik lenne jobb? Nem teszünk semmit, vagy pedig tanulunk, fejlődünk, és segítünk másoknak, hogy tanuljanak, fejlődjenek. Én életemben több dolgot csináltam. 91-től kezdtem el olyannal foglalkozni, amivel én úgy ítéltem meg, hogy embereknek tudok segíteni. És ezért is szerveztem azóta, hogy van saját szervezésű csapatom. De én nem látok a bolygón ehhez fogható foglalkozást. Tehát ennél szebb foglalkozást. Nem az előadástartásnál, nem. A tudásátadással, érted? Tehát az embereknek átadni, lehetőséget biztosítani arra, hogy tanuljanak, fejlődjenek. Nem az a kérdés, hogy ki tartja az előadást, hanem az a kérdés, érted, hogy az emberek fejlődjenek. Ez a kérdés. Tehát nehogy azt hidd, hogy nem lennék szívesen hallgatóság. Oké? Nehogy azt hidd. Sokáig csináltuk azt, hogy mások is tartottak előadást, mert akkor még nem ezen a területen adtuk át a tudást, érted? És én szívesen ültem hallgatóságként, és mondjuk egy napos képzésen, vagy 2 napos képzésen tartottam 1-2 óra képzést. Semmi gondom nem volt vele. Pedig azokat a képzéseket én mind meg tudtam volna tartani, de átadtam. És most is szívesen átadnám nektek a tudásátadást, ha tudtok helyettesíteni. Világos ez? De semmi gond nincs ezzel. Tehát lényeg az, hogy milyen területeken, nézzük meg, milyen területeken, tehát nem tudom, mennyivel tudnál ezzel a céllal azonosulni. Gondold végig. Olvasd el, remélem hátul is látni, mennyire tudnál azonosulni. Az a szervezet az igazi szervezet, amelynek van közös célja. Az nem szervezet, az csak ilyen mondva csinált valami, aminek nincs közös célja. Mi nekünk az a mostani célunk, hogy olyan tudást adjunk át az embereknek, nem a tudás a kérdés, a létszám a kérdés. A tudás nem kérdés. Minden tudás megvan ahhoz, ami ahhoz kell, hogy az aranykorba kerülhessenek az emberek. Világos ez? Nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy kinyílsz-e. Ez a kérdés. És mennyien nyílnak ki? Világos ez? Vagy akik már kinyíltak, veszik-e a fáradtságot, hogy tanuljanak? Mennyi idő a képzés? Minden szerdán és vasárnap van képzésünk. Szerdánként 6-tól 4-10-ig, vasárnaponként pedig fél 5-től 4-9-ig. Van minden egyes hónapban egy olyan napunk, amely 11-től este 6-ig tart. Jó, tehát az egyik vasárnap az előre meghatározottan az egész évre, 11-től este 6-ig tart. Tehát az megnézed, nem túl sok. Az heti szinten azt mondja, durván 7 óra képzés. A 168 órából. Hány százalék? Hát vagy nincs 5%, érted? És ha kihasználsz egy másik lehetőséget a tudás mellett, ha te itt tanuló vagy, hozhatsz tanulókat. Oké? És ha itt hozol tanulókat, akkor létrehozol egy csapatot. Ez lesz az egyik előny. És bármekkora csapatod lehet, mert nem csak az számít, hogy te mennyi tanulót hoztál, hanem az is számít, hogy a tanulóid mennyi tanulót hoznak. Meg a tanulóid tanulói mennyi tanulót hoznak. Világos ez? Tehát ugyanúgy, ahogy most az összes tanuló közvetlenül, de a többsége közvetve hozzám tartozik, ugyanúgy létrehozhatsz egy csapatot. Érted? A nagy csapaton belül. És van még egy előnye. A mai világban ez még eléggé fontos kérdés. Az, hogy akik hoznak tanulókat, azok tudnak részesedni az összes tanulónak a teljesítményéből, akik a csapatukban vannak. Az azt jelenti, hogy mi a teljesítmény? A tanulók szervezése a teljesítmény. Világos ez? Tehát gondold végig, a tandíj 75%-a, tehát amiért itt tanulnak a tanulók, a tandíj 75%-a az visszakerül a szervezőkhöz, ami azt jelenti, hogy nekik jutalék. Tehát jutalékba megkapják. Érthető ez? Nem találsz még egy olyan szervezetet, amely a munkásainak, a bevételének a 75%-át visszaadja. Miért nem találsz? Oké, itt nálunk nem munkások vannak, hanem tanulók vannak, akik ha akarnak szerveznek, ha akarnak nem szerveznek. Világos ez? És van egy karrier is ráadásul. Az azt jelenti, hogy jelenleg 12 olyan szintű elismerés van, amit már teljesítettek bizonyos emberek. Tehát karrier szintek. Jelenleg 12 olyan karrier szint van, ami már teljesítve van. Érthető ez? És természetesen nagyon sok olyan ember van, aki, mit tudom én, a 2-es, vagy 3-as, vagy 4-es, vagy 5-ös, vagy 6-os, stb. Karrier szintet teljesítette. És ez mit jelent? Hogy akik minél magasabb karrier szintet teljesítettek már, annál több jutalékot keresnek. És egy bizonyos karrier szint után már a fő tevékenységük, vagy a fő bevételi forrásuk innen származik. Na most én sokféle tevékenységet ismerek, főleg azért, mert régen nagyon sok céges tárgyalást lebonyolítottam cégvezetőkkel. De én nem találkoztam még olyan etikus tevékenységgel, mint amit most végzünk. A tanulók szervezésénél nincs etikusabb tevékenység. Miért? Nézzük meg, hogy miben segít, jó? Tehát van 10 életterület. Minden embernek 10 életterülete van, nem biztos, hogy mind megéli, de akkor is ennyi van. Nem 15, meg nem 5. Ha valakinek kevesebb van, több nem lehet, valakinek kevesebb van, az azért van, mert azokat az életterületeket nem éli. Tehát például valakinek nincs párja, akkor a párjával kapcsolatos életterületet nem éli. Nincs gyereke, akkor a gyerekével kapcsolatos életterületet nem éli. Ha nincs szülei, szüleivel kapcsolatos életterületet nem éli, stb. Stb. Világos ez? Tehát van ez a 10 életterület. És mindben tudunk tudást nyújtani. Bármi gondod, bajod lehet bármelyik életterülettel. És nem csak úgy, hogy kérdezel, hanem a képzéseken tanítjuk. És nem csak azt, hogy na, milyen rosszul csináltad eddig ezt a részét az életednek, csináld így. Nem. Oké? Okay? Hanem megmondjuk a pontos módszert, hogy hogy juss el A-ból B-be. Világos ez? Tehát ez eléggé egyedi, mert azt nagyon sokan megmondják, nagyon sok tanító, hogy mit csinálsz nem jól, és hogy így kellene csinálnod. Aha, és hogy jutsz el oda? És ha elmondják esetleg, hogy hogy jutsz el B-be, A-ból, akkor ez mennyibe kerül? Hoppá! Nem tudom, tudod-e, hogy a személyes tanácsadások az hol, milyen árban kezdődnek? Az úgy kezdődik, hogy óránként 5000 forint. Nem itt nálunk, máshol. Akik itt tanulnak, ha személyes tanácsadást igényelnek, az 0 forint. Mondom, 0 forint. Óránként, jó? Egyébként mondom, 5000 alatt te nem kapsz személyes tanácsadást. 5000 forint óradíj alatt. Oké? Okay? Ilyen területen, amin dolgozunk, még a 35 000 forintos óradíj is jellemző. Oké? Okay? Na most akkor nézzük tovább. Mennyibe kerülnek a képzések? Tehát ha valahol elmész bármilyen képzésre, hát úgy vannak meghatározva a képzések, hogy mondjuk képzés, tehát konkrét képzés, hogy mondjuk, mit tudom én, mondjuk egy 6 órás képzés, tudtél, hogy nem úszod meg 10 000 forint alatt. De az olyan, hogy módszert nem ad, csak képzés. Azok ilyen motivációs képzések, amelyik módszert nem adnak, azok motivációs képzések, azok csak motiválnak, de tudást, tényleges, használható tudást nem adnak. Tehát 10 000 forint a legkevesebb egy 6 órás képzésért. Na most nálunk az óradíja a képzésnek 330 forint. Bár ettől eltér az első hónap, mert 660 forint óránként. Havonta 30 óra képzést nyújtunk. Tehát havonta az azt jelenti, hogy 4×168 óra, az most így fejből nem tudom kiszámolni, és abból mindössze 30 óra. Tehát nem szakadnál bele egy kis tanulásba. Oké. Jó, és bekerülnél egy olyan csapatba, ahol pozitív emberek vannak. Érted? Egy olyan közösségben nem a problémákról beszélgetünk, hanem a megoldásokról, érted? Ha fölmerül egy probléma, akkor ott a megoldás, érted? Egy olyan közösségben, ahol az ember töltődik és nem leszívják, érted? Egy olyan közösség, ahol van miről beszélni, érted? Nem arról beszélünk, ami nem tudunk változtatni, hanem olyan dolgokról, ami létrehozza bennünk a változást, érted? Nyilván a pozitív változást. Az emberek miről beszélnek? Hát most bár most nem annyira, mert most mindenki nyaral, most akkor nyaralása téma, ugye? De most arról, hogy ő beszámol, hogy hova megy nyaralni, attól neked miből lesz jobb? Neked attól jobb lesz, hogy ő elmondja, hogy hova megy nyaralni, vagy hol volt nyaralni? Attól mennyivel lesz neked jobb? Gondold végig. Ha itt beszélgetnek az emberek, olyanokról beszélgetnek, ami hasznára válik a másiknak. Világos ez? Nem csak szórakoztatásról szól az élet. Sokan azt gondolják, na azért születtünk, hogy szórakozzunk. Na és az mennyibe kerül? Csak úgy kérdezném. Hát a legtöbb ember nem tud annyi pénzt keresni, mint amit el tudna szórakozni. Gondold végig. Tehát olyan dolgokról tudunk beszélni végre emberekkel, egy közösségben, ahol a közös a cél, tehát akkor beszélhetünk közösségről, ha közös a cél, ha egyfelé haladunk. Ami változást hoz létre az életünkben, érted? Pozitív változást. És ez egy csodálatos dolog. Szóval itt van 10 életterület, és ezt a 10 életterületet gyönyörűen létre tudjuk hozni úgy magunk számára, hogy mindig azt tesszük, ami az adott helyzetben ideális. Érted? Miért? Mert van az embernek tudása hozzá. És ha netántán hibázol, mert hát hibázhat az ember. Akkor sincs nagy baj, mert ki tudod javítani a hibázást. Érthető ez? Jó, azért mi csináljuk ezt a dolgot, mert ez mindig fölvet. Miért pont mi? Meg miért pont a Szedlacsik az, amelyik az egészet ugye irányítja, vezeti, kitalálta, stb. Stb. Hát mert nekem volt egy olyan látomásom álmomba, ahol ebben megbíztak. Nem most, 10 évvel ezelőtt. Érted? Ebben megbíztak. Kik? Fentiek. Konkrét egy fentiről beszélek, mert nem többen voltak, hanem egy volt. Érted? Miért? Mert előtte már megcsináltam 3 piacvezetői pozíciót más területeken. Érted? Miért? Azért, mert a szervezés nekem a kis ujjamban van. Érted? Tehát nem csak az van a kis ujjamban, hogy kell emberekkel bánni, hanem hogy kell embereket szervezni, az is. Tehát nem véletlenül. Megnézed, nem csak az a fontos, hogy valaki nagyon jó kuponya legyen, hanem az is fontos, hogy jól tudjon szervezni. És azt, amit mondjuk feltalált, tegyük föl mondjuk Tesla, tudod mibe bukott bele? Hogy nem tudta eladni a találmányait. Pedig a világ legnagyobb feltalálója volt. Tehát az is fontos, hogy az ember képes legyen arra, hogy ne csak tanuljon, ne csak használja az életében, hanem továbbadja azt a tudást, amit megismert, amit használ. Érted? Tudod, mi a legnagyobb? Ja, menjünk tovább akkor ezen. Minél előbb, minél több ember elinduljon a lelki fejlődés útján. Mi az, hogy lelki fejlődés? Ide majd mindjárt visszatérünk. Mutatom a lelki fejlődést. Hol van? Itt van. Hoppá. A lelki fejlődés innen indul. Tehát ez a legtöbb ember az alsó 1-2 1-es és 2-es lelki szintre született. Az aranykorba a 6. lelki szinten tudunk bejutni. És az aranykor azt a célt tűzte maga elé, hogy a 7. lelki szintre kerüljünk. De a 7. lelki szintre csak elnyomásmentes környezetben tudunk felkerülni. Oké? És sajnos elnyomásos környezetben az ember még tartósan a 4. lelki szinten sem tud megmaradni. Csak akkor, ha minél jobban elszigeteli magát az elnyomásos környezettől. Tehát az ember sajnos úgy működik, hogy egy alkalmazkodó lény. És alkalmazkodik a saját környezetéhez. És ha te olyan emberekkel kommunikálsz folyamatosan, akik nem akarnak fejlődni, és a hülyeségeikkel traktálnak téged, akkor ne csodálkozz, hogy nem fejlődsz. Érted? Nem véletlenül, akik magasabb létformába kerültek, azok régen azt csinálták, hogy fogták és remetévé váltak. Kizárták magukat az emberek közösségéből. Vagy elmentek mondjuk zárdába, vagy elmentek kolostorba. Érted? Miért? Mert ott olyan emberek voltak, mint ők, akik nem a hülyeségükkel traktálták egymást. Érted? Most gondold végig, egy ember fogja, és neked arról beszél, hogy neki mennyi búja baja van. És te nem tudsz megoldásokat adni, egyébként sem azért beszél veled, hogy megoldásokat adjon, hanem csak, hogy kipanaszkodja magát. Tudti, hogy ettől te nem fogod jobban érezni magad. Az hóciher. Ezt úgy hívják, amikor valaki csak úgy panaszkodik, úgy, hogy nem vár segítséget, meg úgy se hallgatna arról, akinek panaszkodik, azt úgy hívják, hogy elnyomás. Érted? Éppen elnyom az illető téged. Tudod, mit csinál? Elszívja az energiád. Azt csinálja, ezt úgy hívják, hogy energiavámpír. Érted? És ma nagyon jellemző az emberekre ez. Észrevettétek? Hogy úgy panaszkodnak, és ha megkérdeznéd tőled most, azért panaszkodsz, hogy vársz tőlem valami segítséget? Á, dehogy! Hát csak azért, hogy valamiről beszéljek, vagy azért, hogy elvegyem az energiát. Nyilván ezt neked nem fogja mondani, tudod, de hogy ez az ok, ez hód biztos. No szóval, nézzük tovább. Tehát 4-es szinten sem tudnak megmaradni azok az emberek, akik hagyják, hogy leszívják az energiájukat. Érted? Tehát ezért kell egy közösség, akivel egyre többet van az ember, ahol nem fogják leszívni az energiáját, sőt, töltik. Érted? Tehát feltöltődést kap. Mint most például nem voltunk 2 napot a rokonságomnál. Ugye pénteken mentünk, ugye édesanyám az tiszabecsi születésű. Én itt gyerekeskedtem minden nyáron Tiszabecsen. És ugye lementünk, és azt mondták, akikkel találkoztam, ugye még van egy csomó unokatestvérem, hála Istennek, Tiszabecsen van a többsége, és azt mondták, hogy akikkel találkoztunk, hogy hát milyen jól érezték magukat velünk. Oké, tehát Az embereknek kell, hogy olyan közösségben olyan emberekkel legyenek, akik nem leszívják őket, hanem töltik őket. Érted? Tehát kell, hogy valahova tartozz. Érted? Kell. Azzal, hogyha itt tanulsz, akkor azzal elindul a valahova tartozás. Azzal, hogyha élőben nézed az előadásokat, amit nézhetsz személyesen, vagy nézhetsz interneten keresztül élőben. Az élőadást, mint amit most megy ki az élőadás, és a világon stranaszét, tengeren, óceánon túlon is nézik. Most, itt veletek. Oké? Okay? És az azt jelenti, hogy ő benn van, mert egy közösségben, mert rendszeresen ugyanabban az időpontban nézi szerdán, és ugyanabban az időpontban nézi vasárnap az előadásokat. De ha netántán nem tudja megnézni, akkor sincs gond, mert ott van felvételen a videó 2 hónapig még fönn. És meg tudja nézni. Vagy akár le tudja tölteni. És meg tudja nézni a videót, vagy meg tudja nézni a hanganyagot, mert ugye hanganyag formájában is ugye folyik az előadás. És az is fönn van felvételben. Tehát nem gond, hogy mikor nézi meg az ember az előadást, hogyha netántán nem tudja abban az időpontban, amikor sugározzuk az előadást. Tehát az azt jelenti, hogy rugalmas. Gondold végig. Nincs olyan, hogy mit tudom én, elkötelezünk téged, hogy na most neked itt kell tanulni, ha nem tetszik, akkor is hónapokat vagy éveket. Nem tetszik, abba hagyod. Nincs mit veszteni. Tudod, mennyi a havi képzésnek az ára? A 30 óra havi képzésnek az ára? Nem a díjmentesről beszélek, a fizetősről. 150 000 forint. Nem az ára, értéke, bocsánat. Az értéke. Tehát 150 000 forintos képzést kapsz, azt mondja, hogy mikor is kap, tehát 150 000 forintos képzést kapsz 9800 forintért. Érted? Jó, az első hónap ettől eltér, mert 19700. Az visszaosztott 30 órával, kijön a 660 forint, vagy kijön a 330 forint a 9800-nál. Illetve valamivel kevesebb, de az most ebből a szempontból pár forint nem számít. Tehát most én azért jöttem ide, hogy erről egy kicsit többet megtudjatok, és a második részben részt tudtok venni akkor, hogyha szeretnétek részt venni, érted? Díjmentesen. Betekintést tudtok látni a tényleges képzésbe. Pedig most olyan képzés kezdődött éppen szerdán, vagy mi van ma? Ma vasárnap van, akkor szerdán, igen. Jó, tehát szerdán, ami a hangulatjavító coachképzésünk. Coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító, legalábbis a mi értelmezésünkben. Hangulatjavító, és akkor ennek olyan tudást adunk át 2 hónapban, amit sehol nem kapsz meg, bolygószinten. Tehát ezeket a képzéseket én állítottam össze a 33 éves tanultak és tapasztaltak alapján. Oké? Okay? Tehát ezért, mivel én állítottam össze, máshol ehhez nem tudsz hozzáférni. Érted? Csak nálunk. Jó, úgyhogy gondolkozz, de ne sokáig. Miért? Mert ugye most ez egy akciós díj, amit elmondtam, és akkor adunk garanciát, árgaranciát, hogy nem, van egy 35 hónapos árgaranciánk, de csak azoknak, akik nem húzzák, halogatják a döntést. Tehát természetesen 35 hónap alatt lesznek áremelések. És ha te húzod, halogatod, akkor rád ez nem vonatkozik. Akik nem húzzák, halogatják, nincs mit veszítened. Próbáld ki. Én azt javaslom neked, hogy próbáld ki 3 hónapra. A 3 hónap az gyakorlatilag nem egész 40 000 forint. Oké? Próbáld ki. Nem kell egyszerre befizetni a 3 hónapot, fizetheted nyugodtan havonta. semmi gond, próbáld ki, nincs mit veszítened, jó? És nem majd próbáld ki, kifogást lehet keresni, hogy jó, most ezért nem, meg azért nem, meg amazért nem. Ha most találsz kifogást, találsz két hónap múlva is, vagy fél év múlva is, vagy két év múlva is, érted? Azt tuti. Tehát jobb valamit előbb elkezdeni. Csak mondanám, hogy 9 évnyi tudás szükséges az aranykorba jutáshoz, minimum. Tehát minimum 9 évnyi tudás, tehát tanulás. Oké? Okay? És mi lesz azokkal, így befejezésként, mi lesz azokkal, akik... Opá! Bocsánat! Mi lesz azokkal, akik azt gondolják, hogy nekik nem kell fejlődni, ők olyan szupermenek, hogy nekik nem kell. Akik nem hajlandók lelkileg fejlődni, tudást és módszereket elsajátítani az aranyborba kerüléshez, mi lesz velük? Tudjuk, aki a testét nem táplálja, az meghal, ugye tudjuk. Tehát a testet táplálni kell. 2012. december 23-tól, aki elutasítja a lelki táplálékot, azaz nem akarja a fejlődést, a lelki fejlődést, az nem éri meg az aranykorba jutást. Azt úgy hívják, hogy kivonják az élők sorából. Világos ez? De tényleg, és ezt tapasztaljuk. Tudjátok, hányan haltak meg azok közül, akik nemet mondtak? Vagy halogattak? Ez most nem fenyegetés. Mindenkinek, akinek csapata van, ezt már megtapasztalta. Ha nem mondjuk egy kétfős csapatról beszélek, érted? És aki már embereket szervezett, nem kis mennyiségben, mindenki megtapasztalta, hogy azt mondta, hogy jó, halogatok, vagy ó, hát még nem. És akkor fogták, azt kivonták az élők sorában. Mit vacakolsz itt? Puff, kivonták. Tényleg. Ez nem fenyegetés, ez tapasztalat. Volt, aki fogta, abba hagyta a képzést, amit tanult egy fél évet, vagy egy évet, abba hagyta, fél éven belül meghalt. És nem egy ilyen példánk van. Érted? És nem azért hagyta abban, mert beteg volt. Csak mondanám. Oké? Okay. Tehát most tesztelik az emberiséget, a nyomással, a teher alatt nő a pálma, ne felejtsd, most tesztelik az emberiséget arra, hogy ki az, aki hajlandó fejlődni, tenni azért, hogy fejlődjön, és ki az, aki nem. És miért pont itt? Mert itt van legjobban összerendezve a bolygón a tudás. Világos ez? Ami ahhoz kell, hogy ez megtörténhessen, mármint az aranykor. Érthető ez? Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak, és akkor ugye mondják még ők is, hogy mit csináljatok itt a következő részben, mert ugye részt vehettek, ha szeretnétek, annak ellenére ugye, hogy még nem vagytok tanulók. Szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönöm szépen! Köszönjük Szedlacsik Miklósnak ezt a nagyszerű képzést. Civil foglalkozásom, gyógyszertári asszisztensként dolgozom, de azon vagyok, hogy minél inkább a PPH legyen a fő tevékenységem. Porcsalmán élek, férjemmel, 2 kisgyermekünk van. Miért kezdtem el a Nyílt Akadémiánál tanulni? 4,5 évvel ezelőtt találkoztunk a PPH-val, férjem nagybátyja ismertette meg velünk, aki a vezetőnk is egyben, Bagaméri László, és férjem kezdte el igazán, elsőként ő kezdte el, és együtt kezdtük, de ő foglalkozott vele, ő hallgatta a képzéseket, nekem még akkor kicsik voltak a gyerekek nagyon, és majd én is csatlakoztam idővel, és egyre többet hallgattuk, és ahogy teltek a hetek, hónapok, Egyre több tudást sajátítottunk el, és építettünk be az életünkbe, és azóta is hát faljuk Miklós szavait, és a módszereivel igen-igen csak nagyot fordult az életünk, minden területe. Leginkább az anyagi helyzetünk, amit észrevettük, hogy amikor komolyabban kezdtünk foglalkozni a PPH-val, és elkezdtük a szervezést, ugye az volt az a célunk, hogy minél több emberrel megismertessük, minél több ember élj át azokat a pozitív dolgokat, amiket mi átéltünk. És mikor elkezdtük, és komolyan elkezdtük a szervezést, akkor kezdtek jóra fordulni, rendeződni az anyagi dolgok, a párkapcsolati dolgok, egészségileg is voltak problémáink, főleg nekem, baleseti problémák voltak, és mióta igazán komolyan vesszük, azóta hála Istennek nem panaszkodunk. Egyre jobb. Persze nekünk is vannak még problémáink, kisebb problémák, de így ilyen tudással, amit a Miklóstól kapunk, könnyen meg tudjuk oldani. És értjük azt, hogy mit miért kapunk, mi miért történik velünk. Ha bármi történik velünk, azonnal elkezdünk gondolkodni, hogy akkor azt most miért is kaptuk, mit is kell kijavítani, hogy mit is csináltunk rosszul. És a másik dolog az, hogy ugye főleg én elég nehezen vállaltam fel, mert mivel ugye mindenki kisfaluban él, a többség, aki itt van, ugye ismerik egymást az emberek, és elterjed egy dologról valami, ami teljesen nem is úgy van, nem is ismerik a PPH-t, és ugye megbélyegzik az embert, hogy úristen, milyen szekta, vagy miben vannak ezek benne. És igen, így nehezen vállaltam fel nagyon az elején, és ez is, mikor kezdtem egyre inkább felvállalni, akkor is észrevettem, hogy egyre jobb és jobb dolgok történnek velem. És így, hogy egy elég szép csapat áll már mögöttünk, mellettünk, így nagyon jó érzés, hogy van kire támaszkodni, ha a hétköznapok egy kicsit lejjebb viszik a hangulatunkat. Jó közösség. Egy nagyon jó közösség. Ha csak telefonon beszélünk egymással egy pár percet, már az annyira fel tudja hozni a hangulatunkat, hogy hihetetlen. És mondják ők is, a tanulóink, hogy hát olyan jó együtt beszélni egy kicsit, hogy annyira ki vagyunk cserélve teljesen utána. Úgyhogy ezt tényleg meg kell tapasztalni, mert most mi hiába mondjuk, hogy hidd el, hogy ez így van, ezt meg kell tapasztalni, hogy ez így van. Mit adott nekem eddig a Nyílt Akadémia coachképzései? Hát igazság szerint elmondtam nagyjából ezeket a dolgokat, és én azt tanácsolom, hogy tényleg aki érez egy kis késztetést is arra, hogy jobbá tegye önmagát, jobbá tegye a világot, segítsen az embertársainak, az ne gondolkozzon, és kezdje el a képzést. Mert mi is nagyon sok helyen megfordultunk, több spirituális tanítót hallgattunk, követtünk, de ilyen változást az életünkben senki nem tudott előidézni. Aki elérhető volt, szinte mindenkit. Tehát igen, szinte mindenkit követtünk. Hallgattunk, követtünk. És... mit akartam mondani? Hát röviden ennyit szerettem volna mondani még. A civil foglalkozásom az eredetileg ugye informatikus. Porcsalmáról jöttem, a családi helyzetem, ugye van egy feleségem, egy csodálatos feleségem és két kisgyermekünk. Miért kezdtem a Nyílt Akadémiánál tanulni? Jó kérdés. Ugye egy vicc jutott az eszembe arról, amit ugye az előbb itt mutatta Miklós, hogy az ember hibázik, téved. És nyilván van olyan ember, aki nem téved, vagy aki nem hibázik, mert én igazából nem ismerek ilyet. És eszembe jutott egy vicc, egy rövid vicc róla. Tévedni emberi dolog, mondta a sünddisznó, és lemászott a gyökérkeféről. Hát nekünk nem kell ilyeneket megélni azért. Ilyen tévedéseket azért nem, nyilván nem kell megélni, de ugye mennyivel könnyebb, ha az embernek van ugye tudása és tapasztalata, és nem megy bele abba az utcába, amiben nem kell bemenni. Tehát megelőzheti az ember a problémáját, megelőzheti az ember a tévedését. És ugye itt fent volt, kint volt az előbb a 10 élethelyzet, életterület, bocsánat, 10 életterület, és ugye végig gondolja az ember, hogy mielőtt itt tanultunk, ugye olvastunk különböző könyveket a legnagyobb tanítóktól szinte. Előadásokat hallgattunk a legnagyobb tanítóktól, aki elérhető volt az interneten, szinte mindenkitől. Jártunk különböző képzésekre, és valahogy mégis billegett a dolog. Tehát valami jókat tanultunk, jókat hallottunk, de mégsem volt kerek egész. Valami nem működött. Nem tudtuk, hogy mi, és nem működött valami. És a múltkor mentünk a szemináriumra, itt pár tanulóval, és az autóba jutott eszembe, vagy jött egy olyan felismerés, hogy hát igazából, és most akarom ezt elmondani, hogy igazából velem az volt a probléma, hogy nem tudtam azt, hogy mit nem tudok. És ezt, hogyha az ember jobban belegondol, akkor igazából most 4 év után, hogy itt tanulunk több mint 4 éve, már tudom azt, hogy akkor mit nem tudtam. De akkor nem tudtam azt, hogy mit nem tudok, és az egy óriási probléma volt a számomra. Mert ugye itt Szedlacsik Miklós olyan dolgokat tanít nekünk, ami eltitkolt tudás. Miért jelent az, hogy eltitkolt tudás? Máshol nem elérhető. Szó szerint nem elérhető máshol. És ami most van nekünk, amit most tanulunk, az a hangulatjavító coachképzés, ez is egy olyan tudás, benne módszerekkel, ami eltitkolt tudás. Tehát én ezt nyilván nem tudhattam, hogy ilyen van, mert tehát nem tudtam, hogy mit nem tudok, tehát nem tudtam, hogy ilyen egyáltalán van, nem tudtam, hogy van 10 életterület, és hogy a 10 életterületen végig, ugye mindegyik területen jól kellene az embernek működnie. Ugye jól működtem önmagammal szemben? Nem értékeltem le önmagamat? Nem hibáztattam önmagamat? Vagy nem hagytam azt, hogy mások leértékeljenek? Hagytam. És hibákat követtem el. Akkor ott ugye a párommal kapcsolatban. Harmonikus volt a párkapcsolatunk? Mindig minden téren? Dehogy is, szó nincs róla. És még mind a mai napig ugye tanuljuk és gyakoroljuk, és egyre jobbá akarjuk tenni. Akkor a szüleimmel a kapcsolatom egyre jobb és jobb volt? Dehogy is, szó nincs róla. Tehát legjobb esetben is stagnált. Vagy a tehát olyan gyerekeket, van ugye 2 kisgyerekünk, olyan gyerekeket kezdtünk el nevelni, akik majd az életben jól tudnak boldogulni, és egy olyan életet tudnak élni, amit ami nem az átlag emberek élete. Tehát elmondhatják magukról majd azt, hogy én egy boldog, kiegyensúlyozott felnőtt vagyok? Hát egyáltalán nem így indultunk el. Vagy másokkal történő kapcsolatom rendben volt? Nem voltak konfliktusaim, problémáim másokkal? Hát dehogy nem. Dehogy nem. Hogy mi a következő? A munka, a munkámmal. Munkámmal sem tudtam hatékonyan bánni. Környezetemmel, élő életlen dolgokkal tökéletesen tudtam bánni? Mindig? Nem. Hatóságokkal, illetve a pénz következik utána, azt hiszem, sorrendben. A pénzügyek mindig rendben voltak az életünkben? A páromnak az arcára van írva szerintem minden. Hát nem tudtam a pénzt, hogy nem keresni kell, hanem teremteni. Nem tudtam, hogy hogyan takarítsam meg helyesen. Nem tudtam, hogy hogyan gyarapítsam helyesen. Csak ugye három dolog a pénzzel kapcsolatban. Aztán mi a következő? A hatóságok. A hatóságokkal mindig tökéletesen rendben volt az életünk? Nem. Nem, dehogy is. Szó nincs róla. De mióta itt tanulunk, törekszünk arra, és egyre jobb és jobb. És azóta már gyakorlatilag rendben vannak a dolgaink, ilyen téren is. Aztán ugye a legutolsó a sorba teremtő. Talán az egyik legfontosabb. Hittem a teremtőbe. Elfogadtam, feltétel nélkül. És hittem benne, és kértem segítséget. Dehogy is. Éltem a többi ember hétköznapi életét, és fogalmam sem volt arról, hogy ezek a dolgok hogyan működnek valójában. És mindezek mellett, hogy az ember azt gondolná, hogy van annyi tudása, hogy képes egy boldog, kiegyensúlyozott, normális emberi életet élni. De az az őszinteség, hogy nem volt meg ez a tudásunk, és mind a 10 életterület, ami ugye itt kint volt, mind a 10 életterületben óriási problémáink és hiányosságaink, hibáink voltak. És hiába hallgattuk különböző előadókat, hiába tanultunk másoktól, egyszerűen nem ment, nem működött. És mióta itt vagyunk a PPL-nál, és Szedlacsik Miklóstól tanulunk, azóta kezdenek a dolgok egyre jobbá válni az életünkbe. Így van? Tehát azóta. És mit tanácsolok másoknak? Én halogattam, az igazság, hogy a nagybátyám, ő volt az, aki ugye nekem ezt a lehetőséget megmutatta, és mondta nekem, hogy nézzek meg egy előadást. Én persze elutasítottam. Nem. Tehát nem, majd, stb. Halogattam. És az hónapokig így volt. Így van. Nem is tudom, hogy fél évig talán nagyjából, vagy talán még több is volt. És egyszer valahogy úgy adódott, hogy mégis végignéztem egy előadást. És már az első előadás még végig se ért, én már akkor eldöntöttem, hogy itt fogok tanulni. Miért? Mert már az előadás közben felfedeztem, felismertem azt, hogy itt kaphatom meg azt a hiányzó tudást és módszereket és tapasztalatot, ami ahhoz kell, hogy egyre jobb, boldogabb, kiegyensúlyozottabb, harmonikusabb életet tudjunk élni. És megkaptuk? Akik itt ülnek tanulók, itt vannak már hál' Istennek egy páran tanulók, azok meg tudják ezt erősíteni, hogy igenis itt megkaptuk azt a tudást, és folyamatosan kapjuk azokat a tudásokat. Szünet után a hangulatjavító coachképzésünk fog kezdődni. Bocsánat, a párom akar még valamit mondani. Csak annyit egy mondat, hogy azt kihagytam, hogy ugye mi is észrevesszük magunkon a változást, de egyre több embertől kapjuk a visszajelzést, hogy ők is mennyire látják rajtunk a változást. Pozitív irányba. Ugye, járunk minden hónapban a szemináriumra Pestre, és ott a nem mi csapatunkban lévő tanulók is mondják, hogy hú, hát nem igaz, annyira látszik rajtatok a változás. És olyan jó érzés ezt hallani az ő szájukból is, hogy nem az egónk mondja, hogy hú, milyen jók vagytok, vagy milyen jól csináljátok, hanem egy másik embertől halljuk ezt vissza. Nagyon jó érzés. Szedlacsik Miklósnak köszönhetjük. Kívánom, hogy tapasztaljátok meg ti is. Tehát a szünet után ugye a hangulatjavító coachképzésünk kezdődik. Ugye, ahogy mondtam, ez egy eltitkolt tudás. Ebben most, akik itt vannak, különleges lehetőségük van, mert betekinthetnek ebbe az eltitkolt tudásba. Én mindenkit biztatok, hogy tekintsen bele, tegyen egy próbát, és ugye Miklós elmondta, hogy mit veszíthettek, hogyha 3 hónapra mondjuk kipróbáljátok ezt a képzést, és belekóstoltok, hogy milyen is az igazából. Mert addig én sem tudtam, és nem is tudhattam, meg nem is tudhattuk, amíg nem kóstoltunk bele, nem indultunk el azon az úton. Tehát mondhatták nekünk, hogy ez ilyen, meg olyan, meg amolyan, de nem tudtuk, hogy milyen, ameddig meg nem tapasztaltuk. Úgyhogy biztatok mindenkit arra, hogy nézzen bele. Ilyen kivételes lehetőség, ugye, akik itt vannak helyszínen, valószínűleg lehet, hogy többet nem lesz, nem tudjuk biztosan. Reméljük, hogy lesz, de nem tudjuk, hogy lesz, és azt sem, hogy mikor. Tehát szünet után hangulatjavító coachképzésünk lesz, melyen ha lehetősége van, akkor várjuk szeretettel. Ha úgy látja, hogy nem érdekli az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételével megtisztelt minket, és akkor elköszönünk, szeretnénk elköszönni öntől. Most pedig 25 perc szünet következik. Köszönjük! Köszönjük szépen!